Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával, Krózitával. Üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt a Paláverén, Krózita vagyok. A nap kérdése úgy szól, a magyar migráns politika óvta meg az országot eddig a terrorizmustól. Lehet szavazni a 06-30-34-44-690-es telefonszámra, és jó sokan szavaztak is, 95% szerint igen, és 5% szerint nem. Paláver végéig várom a szavazatokat, úgyhogy mindenki ragadjon telefont, és akkor az is ragadjon természetesen telefont, aki szeretne velem, illetve velünk beszélgetni. Ők hívják a 06-1-799-29-99-es vonalat, aki pedig inkább SMS-ben fejteni ki a véleményét, ők tegyék ezt meg a 06-70-70-00-953-as telefonszámon. És akkor nézzük a mai témáinkat. Robert Fico minden illegális bevándorlót letartóztatna és visszatoloncolna Magyarországra. Ezt a szlovák miniszterelnök a Pozsony-Rajka határátkelőnél tartott sajtótájékoztatóján mondta. Ugye neki tulajdonképpen a kampányának egy nagy része az volt, hogy az illegális migrációra ők is nemet mondanának, és most a magyar kormánytól kapott információk alapján erősítik a határvédelmet, főleg ott, ahol a határátlépésre készülnek a menekültek, itt a zöld határról is egyébként szó van. Azt mondta egyébként Fico, hogy világosan tudatni akarjuk mindenkivel, hogy Szlovákia felkészült és megvédi területét az illegális migrációtól. Ami egy nagyon szép és jó gondolat, csak sajnos az is benne volt ebben a beszédben, hogy minden egyes illegális bevándorlót letartóztatnak, és megpróbálják kitoloncolni őket Magyarországra. És azt is mondta, hogy van egy ilyen előkészítő tárgyalás, amit már elkezdtek, hogy aztán lehessen erről érdemben is beszélni Magyarországgal. Én azt gondolom így előjáróba, hogy ezt a magyar kormány nem fogja hagyni. Nyilván mi is küzdünk az ellen, hogy visszaszorítsuk az illegális migrációt, védjük a határokat a kezdetektől. Én nagyon meg lennék lepődve, hogyha ebbe a magyar kormány belemenne, de most mindent bevet Fico, mint korábban említettem, rendőrséget, határvédelmet, de még vízágyúkkal is ott vannak, lovasrendőrökkel, kutyákkal, tehát tényleg minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az illegális migrációt megfékezze, csak jó lenne, hogyha ennek nem mi lennénk aztán majd a károsultjai. Következő témánk, a baloldal energiapolitikusa szerint, ha van vastagabb zokni és melegítő, akkor nincs szükség rezsicsökkentésre. Ez Holoda Attila mondta, aki Karácsony Gergelynek és Márki-Zay Péternek volt korábban az energiaügyi tanácsadója. Ő ahogyan a DK is egyébként butaságnak nevezte tulajdonképpen a rezsicsökkentést. Hát mit most tulajdonképpen Holoda Attila is annak nevezte. Egyrészt igazságtalan, mert ugye mindenkinek ugyanazt a mértékű kedvezményt adja. Aki sokat fogyaszt, sok kedvezményt kap, aki alig-alig fogyaszt, annak nem nagyon jár. De hát ilyen ez a rezsicsökkentés tulajdonképpen, tehát ennek is valahol ez a lényege, nyilván mindenkit próbálnak arra sarkalni, hogy visszább fogja a fűtést például, de hát nyilván egy nagy háznál azért ezt nehezebb megoldani. És azt is mondta, és így fogalmazott, hogy talán ez az egyetlen, ahol úgy tudunk lépni, hogy nem okoz majd anyagi megterhelést, mert fölveszünk majd egy másik melegítő felsőt, fölveszünk majd egy vastagabb zoknit, épp úgy, mint a skandináv országok, ott 18-19 fok van egy házban. Itt azért megjegyezném, hogy amikor korábban arról volt szó, hogy az iskolákban is ilyen 19-20 fok legyen egy tanterem, akkor nagyon hangosak voltak a baloldaliak, és úgy tűnik, hogy most akkor ez mégsem annyira állt tőlük messze. Én nem feltétlenül gondolom, hogy a felöltözés a megoldás az energiaválságra. Ezt nyilván ezekben a skandináv országokban is már hallottuk. Voltak ilyen kampányok is, meg hogy hogyan kell kis cserépkályhát csinálni, de talán jobb lenne más megoldást találni erre. Végezetül pedig a halhatatlanok előtt tisztelgünk november 4-én, nemzeti gyásznap lesz ugyanis, és a pestisrácok.hu immáron 6. alkalommal megemlékezést tart a BEM téren. Ez egy emlékműsor lesz, egy családi nappal összekötve, úgy egész nap várjuk majd tulajdonképpen az érdeklődőket.
Fog majd beszédet mondani Pótápi Árpád János, Kovács István, unitárius püspök, Borvendég Zsuzsana történész, a Csík zenekar is ott lesz, és természetesen Varga János korvinközi szabadságharcos is, és ezzel a témával fogunk majd főként foglalkozni Huth Gergellyel, aki majd a következő részben lesz a vendégem, de addig is meghallgatjuk Kőrösi Pált, mert már itt van a vonalban. Üdvözlöm, Pál! Halló! Engem hallgasson, kedves Pál, hát rutinus telefonáló. Halló! Halló, jó napot kívánok! Csókolom, kedves Zita! Hát ez a napi szavazással kapcsolatban, hogy a migráció az mennyire migráció, mert vagyis hát a merényletmentesség Magyarország mennyire a határzárnak és a komoly határvédelemnek köszönhető, ez teljesen egyértelmű. Hát ha nincs bent sok ezer, sok tízezer, sok százezer migráns az országban, akikről azt nem tudják, kicsodák honnan jöttek, nyilván vagy nincs, aki elkövesse azt a iszlamista merényletet. Hát ez annyira kétszer, kettő, négy, hogy ez nem is tudom, ezen ki az, aki az a 4%, aki nem így gondolja. Úgyhogy hát most csak gondoljuk el, amikor ugye 15-ben ez akkor még nem volt határkerítés, és az a rengeteg beözönlött migráns ugye a határon, följöttek itt Budapesten is itt voltak, én ott direkt végigmentem a kelti aluljáróba, mikor itt voltak ugye több ezer fő, hát azt most képzeljük el, ha az állandósulna. És mindenhol, az egész országban, hát az maga a katasztrófa. Hát ilyet egy normális ország, normális vezetése nem vállal be. Hiába mondta az Angela Merkel, hogy majd megoldjuk, nem tudják megoldani. Annyira két világ, az európai keresztény emberek és a fanatikus muszlimok, hát ugye nyilván ott sem mindenki merénylő, de hát azt a hátteret, azt a társadalmi bázist ők adják neki, ők bújtatják, ha valami van. És hát aki meg ugye avval szándékkal jön, hogy ezt csinál, meg azt csinál, hát az országnak a vezetése, aki ugye így fogadja őket, hogy willkommens kultúr, ugye emlékszem, mikor ugye 15-ben megérkeztek a migránsokkal vonatok Münchenben, meg nem tudom hová, és akkor ottan kivonultak ezek az okos liberálisok, és virágcsokkal, egyebekkel fogadták ezek a muszlimokat. Aztán mikor behajtott ugye a vásári tömegbe, ott például volt egy olyan merénylet Németországban, és ott 20-valány embert eltipott, akkor nem tudom, hogy ezek a nagyon okos willkommens kultúrosok mire gondoltak. De hát Európában már több száz áldozata van ennek a iszlám terrorizmusnak, Franciaországban is, de hát ugye Svédországban is mindenhol, és érdekes módon a kelet-európai országokban, ez Lengyelországtól Romániáig és végig Szlovákia, Csehországig, én egyetlen egy ilyen iszlamista hátterű merényletről nem tudok. Úgyhogy ez teljesen egyértelmű, és hát most ezt akarja ez a nagyon okos EU-s vezetés ebben, hogy ugye elosztjuk a migránsokat, ezt akarja ugye megszüntetni, szét akarják teríteni ezt az óriási kockázatot az egész Európai Unióba. Hát olyan normális országvezetés nincs, amelyik azt mondja, hát persze, hát ide hagyja jön be 20-30 ezer. Hát mit, mint a Gyurcsányék, még jól is járunk vele, mondta ez az okostojás Gyurcsány. Hát ő aztán ért ezekhez a dolgokhoz, meg hát a kormányzáshoz, meg a gazdasághoz, mert a elmúlt 8 éves, már annak idején 8 éves kormányzásuk maga volt az őskáosz és a katasztrófa. De azért törekedne vissza hatalomban, feleségével karöltve, ugye, hát nyilvánvaló, hogy kik támogatják őt, és kinek lenne jó. Hát ez ugyanaz, mint lengyeleknél a Tusk. Hát a Tusk is ugye az Európai Unióba töltötte nem tudom hány évet, volt ott komoly pozíciókba. Hát az a mi kutyán kölyke az ottani liberális, szocialista vezetésnek,
Hát persze, hogy boldogak, hogy most ez fog hatalomra kerülni. Egyre legalábbis így néz ki. Ez, hogy a Ficó mit akar, ez egy dolog. A magyar kormány is ugye visszaküldi az átszökött migránsokat Szerbiába, csak egy óriási különbség van, hogy mi a schengeni határt védjük. És Szerbia nem ugye uniós állam. Itt viszont ugye Szlovákia és Magyarország között ugye nincs schengeni határ, hát ez a schengeni övezeten belül vagyunk, és két uniós állam, tehát én nem hiszem, hogy ez a Ficónak menni fog. Az, hogy én nem tudom hány izéről van itt szó, ilyen migránsról, aki fölkerül egész a felvidék határáig, de hát olyan nagyon nagy szám nem lehet, mert azért Magyarország, akit tudnak, megfognak, még hogyha át is szökik, a mélységi ellenőrzések vannak, és ahol tudják, megfogják őket. Még egy mondat erről a baloldali energiapolitikus hülyeségéről, ha én is hallottam a tévébe tegnap, nyilatkozott ez az okos tojás. Hát tényleg, hát azt kell csinálni, hogy egyértelmű. Meg kell felveszek egy ira bundát, aztán úgy didergek otthon, meg a kis csecsemőmet is, vagy kisgyerekemet is beöltöztetem téli kabátba. Ez lenne a megoldás szerintük. Az, hogy a kormány támogatja a rezsítés egy bizonyos szintig, ugye nem volt emelkedés, ez nem tudom, miért fáj ő nekik. Az, hogy nem egyforma. Hát miért lenne egyforma? Hát ez ugyanaz a vita, mint a nyugdíjasoknál, hogy miért kap ő annyi nyugdíjat, én meg miért nem kapok. Hát azért, mert ő annyi ízét fizetett be, annyi járulékot, és nem 25 évig dolgozott, hanem 40 vagy 50 évig. És ez ugyanaz a marhaság, mert aki ugye magasabb számlát fizet ki, abban van egy komoly áfatartalom, tehát az államnak abból komoly bevétele van, úgyhogy hagyjuk ezeket a kommunisztikus hülyei dumákat, hogy nem egyformán jár mindenkinek a támogatás. Na, erről csak ennyit, kedves Zita. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Köszönöm, hogy itt volt. És örültem neki, hogy maga volt ma. Hát én is örülök neki, hogy hívott ma is. Csütörtökön is magácska lesz? Nem, egyszer kedden vagyok, egyszer csütörtökön, úgyhogy most... Ja, úgy, hogy egyik hét így, igen, a másik hét úgy. Igen. Jó, oké, csókolom a kedveit. Viszontlátásra. És itt van már Miklós bácsi. Üdvözlöm, Miklós bácsi. Üdvözlöm, kedves Zita, kezét csókolom, mindenkit üdvözlök, szeretettel kívül, belő, hallgatót, nézőt. A napi kérdés, a hozzászólásom az igen, vagyis a szavazatom. Uh-huh. Igen. Na, igen, szuper. Igen, sokszoros igen a család nevébe. Hát igen. Robert Ficó, hát én a jó múltkorában mondtam, hogy régen is, meg hát tudja mindenki, hogy volt ebben az emberrel annak idején, szinte ellenségünk volt, hát most egy kicsit simult. De ez így nagyon érdekes, hogy most visszatoloncolja. Nem ismerem a törvényeket, meg nem tudjuk, hogy egyeznek meg. Hát hova toloncolja vissza? Most ez is egy érdekes dolog. Máshova nem tudja, ha nem kell neki, akkor csak ide kénytelen Magyarországra, nekünk meg tovább kell lenni. Szólunk a belügyminiszternek, mint ahogy mondta Szerbiának, azt akkor elviszik, mert valahova csak két toloncolni, ha neki nem kell. Tehát ebben valahogy majd csak megegyeznek, hogy pedig az volna jó, hogy segítenének jobban, itt a határvédelemben állunk, mint már, hogy máskor is segítettek. Van még egy dolog, ugye valamelyik nap itt több hallgató elmondta, hogy hát lábunk kéne lőni őköt, meg ki hol vagy agyon lőni, meg stb. Hát ez egy kicsit nem biztos, hogy megy, de volna itt egy kis megoldás. Ugye két kerítés van, a két kerítés között teljesen magyar terület, szépen összefogdosni, aztán valamelyik bányát megnyitni, csinálni oda egy kis zárt települést, azt akkor szépen napi 6 órát dolgozzál bányában, megkapod érte a kis fizetés, levonjuk a tartásdíjat, többit hazaküldöd. Esküszöm, hogy így hét múlva egyetlen egy se próbálná meg, hogy átjöjjön. Tehát már ugye mindegyik dolgozni akar, mindig azt mondja, hogy ő dolgozni jön Európába, haza akarja küldeni a pénzt. Hát nálunk ez a munka van, más nincs. Ugye nem is nagyon ért hozzá, nem értenek máshol, nincsen szakmájuk, de a bányában, azt ott nagyon szépen eldolgozgatsz, aztán jó, már menne is a telefonon egy hét múlva, vagy még annyi se, hogy már legyeltek, mert itt el lehet kapdosni őket. Ez a visszatoloncolás oda is, hát
nem tudom, hogy a szerbek majd hogy fogják most még raziáznak, de áttesszük, ugye elmen 200 métert, azt megint megpróbálkozott átjönni. Tehát hát meg nekem az is egy kicsit furcsa, hogy hát ugye hivatalosan, ahol betette a lábát az Európai Unió területére, oda kell visszatoloncolni. Nem gondolnám, hogy illegális migránsok, akik mondjuk Szlovákiába mennek, ők nálunk tették be a lábukat, mert ugye az illegális migráció ugye nálunk is ugyanúgy büntetendő tulajdonképpen. Tehát itt írja is az egyik hallgatónk, hogy hát Brüsszelbe kéne őket visszaküldeni, bár nem biztos, hogy ott jöttek be, de hát oda kellene, ahol volt az első regisztráció, ha volt. Hát igen, de ez is ugye Görögország meg mint, tehát ez is borzasztó bonyolult már, hogy hova küldjék, mert itt azért országok között is van egy bizonyos kapcsolat, tehát ennek csak egy lehetősége van, mondom, ha idáig már eljut. Az, hogy jut el, ugye azt tudjuk, amit nem fogják meg, és a szerbek nem tudják megfogni. Tehát itt kellene az, hogy a két kerítés között elkapdosni őket, mondom, le a bányába, és akkor gyönyörű szépen, emberségesen bánni velük. Mint hát a magyar ember évszázadokig bányáztunk meg minden, hát nincsen van semmi gond, de ebben a pillanattól már nem jönnének, mert addig mindig jönni fognak, és egyre nehezebb, mi lesz, hogyha átlőnek a határon, mert ők átlőhetnek, mi nem lőhetünk. Ez is érdekes. Valóban nem szabad átlőni egyik országból a másikba, egyetértek vele, de két kerítés között az már teljesen magyar terület, tehát ott már lehetne akármi csinálni. Őnek a fegyver van nála, akkor simán nagyon lehet lőni, mert az támadás. Tehát sok változata van ennek. Én bízok benne, hogy majd megtalálják a dolgát, de az is, azon is csodálkozok, hogy ilyen sokan át tudnak jönni Magyarországra, holott nagyon vigyázzuk, hogy ugye sokan mennek Szlovákiába, azért állítják fel ott a határőrséget, meg minden. Tehát mégiscsak nagyon soknak sikerül átjönni. Jó, nagy a határ, meg minden. Most képzeljük el, ha nem volna terítés, hogy akkor mi lenne. Erről ennyit. Hát a baloldali koma, hát ezek nem normálisak. Nagyon kevés időnk van már. Nagy kabát, meg mi egymás, tehát ilyen hülyeséget azért csak a bal oldaltól telik, no, hát máshol nem telik ki. Ezek, ha hatalomra jutnának, ez lenne, hogy 15 fok a lakásban, az is elég volna, fagyjunk meg mindent. Tehát egyik oldalról jó, hogy ilyet mondanak, mert így legalább nem szabad rájuk, tehát még a saját emberük sem, mert az is fázik, annak is van gyereke. Miklós bácsi, ennyire volt sajnos most időnk, de köszönöm, hogy itt volt ma. Legközelebb hoztosabban. Viszont hallásra mindenkinek. És egy rövid szünet után innen fogjuk folytatni. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával, Grózitával. És ahogy ígértem, folytatódik a Palaver, én Krózita vagyok. A NAP kérdése úgy szól, a magyar migránspolitika óvta meg az országot eddig a terrorizmustól. Várom a szavazatokat a 06-30-34-44-690-es telefonszámra, és úgy látom, nem változott az arány, 95% szavazott arra, hogy igen, és 5% arra, hogy nem. A telefonhívásokat egyébként várom a 06-17-99-29-99-es telefonszámra, aki pedig inkább SMS-t küldene nekünk, ők ezt tegyék meg a 06-70-70-00-953-as telefonszámra. És a témáinkat illetően elismételném, hogy miről beszélgettünk a mai adásban. Robert Fico minden illegális bevándorlót letartóztatna és visszatoloncolna Magyarországra. Ezt a Pozsony-Rajka határátkelőnél tartott sajtótájékoztatóján mondta el. Most egy nagy erődemonstrálás megy ugyanis a szlovák határnál. Azt mondta Fico, hogy világosan tudatni akarjuk mindenkivel, hogy Szlovákia felkészült és megvédi területét az illegális migrációtól. A rossz hír számunkra pedig az, hogy Magyarországra toloncolná vissza az illegális migránsokat, de azt is elmondta, hogy erről a tárgyalások tulajdonképpen még nem születtek meg. Előkészítő tárgyalásokat igényel az, hogy egyáltalán erről majd beszéljenek, de minden esetre most egy ilyen visszatartó erőnek gondolja azt, hogy nagy felvonulás van ott a határnál, vízágyú
ágyukkal, lovakkal, lovasrendőrökkel, katonákkal és mindenféle erőkkel próbálják meg demonstrálni, hogy itt bizony nem fog bejönni senki. Aztán megyünk tovább azzal a témával, hogy a baloldal energiapolitikusa szerint, ha van vastagabb zokni és melegítő, akkor nincs szükség a rezsicsökkentésre. Ezt Holoda Attila mondta, aki Karácsony Gergelynek és Márki-Zay Péternek korábbi energiaügyi tanácsadója. És azért is érdekes tőle ez a mondat, mert a skandináv országokat hozta fel példának, hogy ott 18-19 fok van, de hogyha jól emlékszem rá, akkor még korábban, amikor a kormánynak volt arra ötlete, hogy olyan 20 fok legyen körülbelül az iskola, van, akkor nagyon felharsogtak a baloldaliak, hogy ez teljes mértékben embertelen, de most a 18-19 foknál én legalábbis nem hallom ezt a nagy felharsogást. Végezetül pedig a halhatatlanok előtt tisztelgünk november 4-én, november 4-e nemzeti gyásznap és a forradalom eltiprásának emléknapja, és imárom 6. alkalommal fog a pesti srácok egy emléknapot, egy családi napot szervezni a BEM térre, és ennek részleteit el is fogja most nekünk mondani Huth Gergely, a pestisrácok.hu főszerkesztője. Köszönöm, hogy eljöttél. Mire számíthatunk szombaton? Hát köszönöm szépen, hogy ismét itt lehetek. Szervusz, és köszöntöm a drága hallgatókat, nézőket. Szombaton ugye mi egy kicsit máshogyan gondolunk erre a november 4-ére. A 2016-os, 56-os emlékévnek volt egy nagyon fontos üzenete, hogy a forradalom győzött. Ugye mindenről most Veszprémben Orbán Viktor is beszélt, hiszen mindaz, amiért sok ezren a csatamezőkön, a szovjet tankokkal szemben, vagy éppen aztán az akasztófánál az életüket áldozták, a független Magyarország, a szabad, független és demokratikus Magyarország létrejött, ha nem is 56-ban, de 1990-re, és mi ezt a győztes forradalmat ünnepeljük, és nem tetszik nekünk az a narratíva, amelyet hát tulajdonképpen a posztmarxista történetírók hoztak be, hogy azzal a november 4-ével, amikor ugye megindul a szovjet offenzíva, és Nagy Imre menedékjogot kér a jugoszláv nagykövetségen, véget ér a forradalom, hiszen nem így történt. A legkeményebb ellenállás éppen, hogy aznap kezdődött. A Korvin közben, a Szénatéren, Csepelen és szerte a városban sok forradalmi gócponton úgy gondolták a szabadságharcosok, köztük Varga János és Wittner Mária a Korvin közben, hogy szembeszállnak a világ legnagyobb szárazföldi hadseregével. Csak a Korvin köziek Pongrácz Gergelyel és a többiekkel 4 napon át tudták tartani az állásaikat a borzalmas túlerővel szemben. De országszerte még a november 9-10-e, 12-e körül is voltak fegyveres ellenálló pontok. Magán Budapesten 4-5 napig tartott ki a szabadságharcosoknak a irtozatos vakmerősége és ereje. Tehát azért mondjuk, hogy ők a halhatatlanok, és mi nem gyásznapként, hanem egyfajta tisztelgésként gondolunk a hősiességükkel szemben erre a nap, vagy hősiességük előtt ezen a napon. És még azt se felejtsük el, hogy a sortüzekkel kellett leverni azt a magyar ellenállást, amit aztán a munkástanácsokban, az asszonyok tüntetésén, a sztrájkok véget nem érő sorában a magyar nép kifejtett. Itt gyakorlatilag a Quisling Kádár Jánosék még hetekig nem tudták, hónapokig nem tudták semmilyen módon biztosítani a saját hatalmukat, mert mindenütt ellenállásba ütköztek. Igazából csak 57 tavaszára kerültek nyeregbe. Na most ezt a bátorságot kell megbecsülnünk, ebből kell példát merítenünk, és ezért jövünk össze ismét, most már sokadjára november 4-én szombaton a Bem József téren, az 56-os emlékműnél, a Bem szobor mellett, ahol most nem csak megemlékezés lesz, hanem egy családi nap is, már déltől fogva többek között vörös csillagra lehet majd lődőzni, természetesen ingyenesen korabeli puskákkal, akkor lesz pestisrác hagyományőrző fegyverbemutató és relikviák bemutatója. A színpadon Vései Kovács László például 2 órakor a Honi felderítés című műsorát rögzíti nyilvánosan, Stefka István filmje és így tovább, de a legfontosabb esemény az 5-től 9-ig lesz szombaton, november 4-én.
21-én, ez pedig Csík János és zenekara Őze Áron részvételével egy nagyon szép zenés, verses megemlékező est, ahol Szabó Gergő kollégánk, Potápi Árpád János, Borvendég Zsuzsanna, Kovács István, Erdély unitárius püspöke fog felszólalni és megemlékezni a halhatatlanokról, majd a szokásos díszlövésre is sor kerül. Még egy mondatot az unitárius jelenlétről. Kevesen tudják, hogy ugye az egyetlen magyar alapítású egyházként, főleg a székelyföldi végeken az erdélyi unitáriusok tartották a leginkább a lelket a magyarságban, az elnyomás, a kommunista elnyomás éveiben. Több mint 150 év börtönre ítélték az unitárius tiszteleteseket az 50-es évek végén, amiért szolidaritást vállaltak és kiálltak 56-tal prédikációikban, vagy akár egy nemzeti színű lobogó kitűzésével a templomtoronyban, többeket agyonvertek, vagy a Dunadeltában pusztultak el. Na most a mostani megemlékezésünknek ez egy különlegességét adja, hogy róluk kiemelten fogunk beszélni, és velünk lesz a Korvin köziek közül, sajnos már csak utolsóként velünk lévő szabadságharcos Varga János, akivel Wittner Máriára fogunk emlékezni. Úgyhogy ez egy nagyon szép és fontos est lesz. Budapesten amúgy is egy kicsit gyöngécskére sikerült az idei október 23-a, úgyhogy itt az alkalom, hogy most szombaton pótoljuk ezt déltől a családi napon, és délután 5-től 7-ig az emlékműsorral. Most, hogy itt említetted a szabadságharcosokat, nekem eszembe jutott, hogy mostanában a baloldali tüntetéseken szoktuk azt látni, hogy szabadságharcosnak próbálják beállítani magukat a demonstrálók, de szerinted megvan-e bennük az a hozzáállás, ami például az 56-os hősökben megvolt, és nem csak bennük, hanem a mai kor emberében, akik mondjuk esetleg kiállnának-e most így ilyen szinten Magyarországért, mint ahogyan egyébként az 56-osok kiálltak? Hát bennük az a hozzáállás van meg, amely az 1919-es patkánylázadás idején a Lenin fiúkban volt meg, tehát vért isznak, és megint mások életére, vagyonára akarnak törni. Ugye láttuk ezeket az ifjú Lenin fiúkat, Bajer Zsolt remek vezércikket írt róluk a Magyar Nemzetben, akik október 23-án már megint, és tegyük hozzá, hogy a fővárosi önkormányzat közpénzből megcsinált ünnepi színpadán Karácsony Gergely meghívására, a fideszesek Molotov koktéllal való felgyújtásáról, Orbán Viktor elfogatásáról és mindenféle egyéb barbár dolgokról beszéltek, uszítottak, véres uszítást hallhattunk, teljesen méltatlanul 1956 szellemiségéhez, tehát ők a ávósok és a 19-es Lenin-fiúk letéteményesei, nem pedig a szabadságharcosokéi természetesen. Na hát akkor hallgassunk meg most egy betelefonálót is, hát ha van hozzád is kérdés akár a programmal kapcsolatban, itt van ugyanis László Magdolna. Üdvözlöm. Halló? Halló, kezei csókolom, kedves Zita. Akkor László. Mely bariton hangja van Magdolnának? Igen, ezt akkor félreolvastam. Lászlóval beszélek, ugye? Igen, jó, Maglódról. Szuper. Akkor Maglódról, akkor azt olvastam félre. Hallgatom. Hát a szavazásom az természetesen az igen. Valahogy én még jobban megerősíteném a határt, mert meg kéne előzni a bajt. Előbb-utóbb ott nagy probléma az. Mert nehogy az Isten, ott magyar rendőr vagy magyar katona fog sérülni, ott nagyon nagy baj lesz. Volt már nekem valaki, azt mondta, hogy ha fölvonulnak ott vízágyúkkal minden, ugye a szlovák akkor nekünk, akkor mi fölvonulunk tankkal. Tehát egyszerűen már nem tudja az ember, hogy mit mondjon ezzel kapcsolatban. Gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy önként és dalolva, amelyik bejön, az utána azt fog így csinálni, amit akar. Mert ugye sokan mondják a betelefonálók közül, hogy oda kell vinni, aki hívta őket. Hát akkor Németországot el fogják lepni. Mert ugye Angela Merkel küldött nekik meghívót. Na de könyörgöm, hát ők ott fognak állampolgárságot kapni. Uniós tagországba szabadon mennek oda, hova akarnak. Ki fogja azt megállapítani, hogy mi van ki a diplomata táskájába éppen egy bomba, amit le fog tenni mondjuk a metróba. Vagy zsebben nyúl, elmegy, ön mellett nem menj el, mert még fiatal. Elmegy mellettem és meg fog szúrni. Tehát egyszerűen, szóval is értem, ez biztos az én készülékemben van a hiba, de én ezt nem tudom fölfogni észre.
hogy egyszerűen ide jönnek papír minden nélkül, és ez az áldal, ez a túlkos baloldal, ez azt mondja, hogy az Orbán Viktor hozza be őket a vendégmunkás néven, akkumulátorgyárba másik felé, másik oldalról. Csak politikus emberek tanultak, és annyi esze nincs, hogy megkülönböztesse a bevándorlót a vendégmunkástól. És a sajtó mindenben van tele. Hát ez igaz. Egyszerűen nem értem. Meg azt sem értem, hogy az úgynevezett Lenin fiú ivadékok, hogy amit műtenek, ahogy fenyegetőznek. Tehát nincs nálunk törvény, amit be kell tartani. Van. Akkor miért nem lehet betartani? Mindegyikről felvétel van, fényképek vannak, amit művelnek. És sajnos, kedves Zita, nem látunk eredményt. Megjött ugye a akár büntetésről, bármiről, amit művelnek, és senki, tehát nincs számunk érve senki. Mi az, hogy fenyegetőzik kötéllel, meg elfogadni, meg Molotov koktél dobál. Szóval ez nem fenyegetőzés. De. Hát így van, uram, egyébként a szabad közbeszólni, teljesen igaza van. Nagyon régóta várjuk, hogy meghúzzák már azt a határt, hogy mi az, amit el kell viselni, bár természetesen mi a nemzeti oldalon fontosnak tartjuk a Szólásszabadság intézményét szemben Gyurcsányékkal, de ez már messze-messze túl van, tehát itt életveszélyesen pontos. Fenyegetnek közösségeket, megaláznak, uszítanak. Nem kéne hagyni. Hát és mit is mondott a Gyurcsány? 56 már az ünnepű. Szóval álljunk már meg egy picit. Szóval már kabarét kimeríti. Már ennyit őrőlük, hát nézzük ezt a drága, okos embert, ezt a sima fejűt. Tehát egy felnőtt embernek ennyi esze, vastag zoknit vegyünk meg téli kabátot. És ha mondjuk van egy fél éves vagy egy 6 hónapos unokája, akkor azt majd a pólyában meg a nagy kabátba fogja fürdetni. Hát érted, hogy lett ember ilyen birka? Hát, mert ők mindig úgy kommunikálnak, ahogy fordul éppen a széljárás, tehát ugye eddig az volt, hogy 20 fok alatt nem lehet létezni, most már lehet 18-19 fok. Emlékszel, kedves Zita, amit mondtak? A fideszesek, üljenek oda a fideszes képviselők, akik megszavaztak, a gyerekek meg fognak fázni, fölfáznak a 18 meg a 20 fokos iskolákba. Most akkor hol is tartunk? Igen, én is ezt hoztam példának, de hát úgy látszik, hogy Holoda Attila ezt elfelejtette. Hát egyszerűen ez a Márki-Zaynak, meg ő neki ez az elvetemült ötlet, hogy vegyünk föl. Tehát most már azt is idáig ugye sok mindent ránk akartak sózni, most már azt is ránk akarják sózni, hogy otthon mibe legyünk. Pufajkába, nagykabátba, vastagzokniba, vagy bármibe, mert nekünk elég. Kíváncsi lennék, hogy ennek a jó embernek a lakásában mondjuk télen hány fok lesz. Úgy szívesen elmennék megmérni, és akkor mondanám, hogy hallod, csavarj lejjebb a termosztátot, mert marha meleg van nálad. Hát... És ezek az emberek arra törekednek, hogy Magyarországot irányítsák. Igen. Szóval komolyan mondom, hogy... László, egy pillanatra meg kell, hogy szakítsam, mert most elmegy a tévé egy rövid reklámra, de innen fogjuk folytatni. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver, a Hír TV interaktív műsora. A Szócsaták bajnokával. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver, a Hír TV interaktív műsora. A Szócsaták bajnokával, Grózitával. A szabadsághős... Bocsánat, hogy a szavába vágok, csak közben gyorsan itt üdvözölném a televízió nézőit, és már folytathatja is. Köszönöm. Igen. Tehát aki eltörte a kezét a Pongrácz Gergelynek, eltörette a rendőreivel, tetszik arra emlékezni, ugye? Illetve hát a Pongrácz Gergelyék tüntetését feloszlatta, és szerintem egy idős hölgynek törték el a kezét, de többen megsérültek, többek között Pongrácz Gergely is. Hogy a Pongrácz Gergelynek is valamelyik, vagy az újját, vagy valami ott is eltört. Igen, gyalázatos volt, 96-7 körül. Közös barátunk Lenin elvtárs mondta azt, hogy az igazság próbaköve a gyakorlat. Hát a gyakorlat azt bizonyítja, hogy ezek egyáltalán nem voltak demokraták, visszatért a
kommunizmus abban az időben, tehát ugyanúgy viselkedtek, mint az elődeik 56-ban. Ugyanolyan vadállatmódon viselkedtek. Na most a... Így van, 2006-ban sem másként. Igen, ugyanúgy viselkedtek. Na most a másik, a három témán kívül van, volna nekem is egy témám. Ma van a reformációnak a ünnepe. Október 31. Azt hittem, az is ki lesz írva valamelyik témához, hát nincs kérve, én azért megemlékszem róla, megemlékezem, és csak annyit mondanék, hogy Marsz Károly bátyák mondta azt, hogy a reformáció az a kapitalizmus első támadása a feudalizmus ellen vallási köntösbe. De meg is lehetett nézni, meg lehet nézni például a reformátusokat, hogy például a faluba, a falvakban a reformátusok ezek gazdagabb emberek voltak, ezeket pógároknak hívták. Szóval ezek már ezek az emberek már nem olyan szolgák voltak, mint a... Hát jó, nem azt mondom, hogy a katolikus azok voltak, ezek már polgárosultabb emberek voltak. Jó, erről csak egyet szeretnék mondani. Na most a Robert Fico, hogy ide küldi vissza a migránsokat, hát most azon gondolkodom, és hogyha ezek a migránsok Románia felől jönnek be, nem lehet olyan variáció? Mert Románia felől jönnek erre mifelénk is. Hát most Magyarországot említette, nem tudom, hogy miért de, mi vagyunk de hát azok. Nyilván kicsit olyan helyzetben vagyunk, mint a szerb kormány a magyar migráns politikával szemben. Ők is elfogadták és megértették, hogy mi mást nem tehetünk, mint abba az előző országba toroncoljuk vissza őket, ahonnan megpróbáltak betörni hozzánk. Nyilván a szlovákok is ezt tehetik, akármennyire is kellemetlen. Mondjuk viszonylag kevés emberről van szó, tehát miközben bizonyíthatóan százezrek ostromolják a déli határkerítést évente. A felvidéki határig ugye ebből csak néhány tízezer jutott el, és azt nagyon jól mondja, hogy ennek azért a nagy többsége vélhetően nem a határkerítésen keresztül, hanem a román határon, vagy a szlovén-horvát határon keresztül jött be hozzánk. Úgyhogy ennek meg egy olyan oka is van, hogy a horvátok mostanában elkezdték szigorúbban ellenőrizni, úgyhogy inkább kerülgetnek és próbálkoznak újra visszafelé jönni. Igen, hát oda viszont nem tudják visszaküldeni a szlovákok, csak mi hozzánk. Szóval elég paramuci a helyzet. Már megint mi járunk rosszul. Az egyik. A másik pedig, most ezt a témát megint lezárom, mert szerintem ilyen probléma is lehet. Na most baloldalnak az energiapolitikusához annyit tudnék mondani, hogy hát az északiak jobban bírják a hideget, mint mi. Ők 18-20 fokban el vannak. Hát én, amikor vízimentő vagyok a Balatonon, és 18 fokos a Balaton, akkor a finnek ülnek a Balatonba, úgy ülnek, mintha a jacuzziba ülnek, és beszélgetnek. A magyarok meg be sem mennek a vízbe. Úgyhogy viszont a déliek, azok a 25-26 fokos vízbe is annyira fáznak, hogy nem győzöm őket vigasztalni, hogy menjenek már nyugodtan be, mert hát az már majdnem a 26 fok az már lassan termálvíz, a mi szempontunkból. Úgyhogy csak ennyit tudok mondani, hogy ilyen baromságot tud mondani, ilyen jön ki a száján, hogy 18 fok legyen nálunk is. Arról is beszélve, hogy mikor tavaly 18 fokról volt szó, szóval ezt már lerágosom. Egy fontos érvet hagyd tegyek hozzá, ugye, ahhoz, hogy állandóan kibukik baloldalról irányból az, hogy nem keresi csökkentés, hanem a piaci mozgásokat kell szabadjára engedni az energiapiacon. Ma is jelentek meg azt hiszem a világgazdaságon tárgyszerű kimutatások arról, hogy Magyarországon a lakosság számára és az Eurostat adat, tehát Brüsszelben csak nem hamisítják a kedvünkre, a gáz a legolcsóbb, és az áram a második legolcsóbb. Tehát azért ott meg lehet nézni abban a táblázatban, hogyha nem lenne rezsicsökkentés, mennyit kellene fizetni. Körülbelül kétszer ennyinél kezdődnének a lakossági számlák, és akkor tényleg nem nagyon tudnánk még 18 fokra se felfűteni a lakást. Igen, igen. Jó, hát ennyit szerettem volna, a hallhatatlanokról már beszéltem, ugye a Pongrácz Gergellyel kapcsolatban,
Úgyhogy ennyit szerettem volna csak mondani. Köszönjük úgyhogy, akkor, hogy itt volt. Minden köszönöm. Viszontlátásra. És ha már a rezsicsökkentésnél tartottunk, vajon miért zavarja őket ennyire, hogy ez egy jól működő akció, és még itt a gazdasági nehézségek ellenére is meg lehetett valamelyest ezt tartani? Hát egyfelől nyilván ezért, másrészt meg ugye beléjük van programozva a szabad piacnak a nagy mainstream nyugati energetikai és más tőzsde érdekeltségeknek az elvárása, ez pedig arról szól, hogy ne avatkozzon bele az állam az energiapiacba. Ugye Magyarország két módon is próbál beleavatkozni, az egyik az, hogy extra profit adót vet ki, és annak az összegét rezsicsökkentésre fordítja, a másik pedig az, hogy olyan diplomáciai manővereket folytat, aminek a lényege az, hogy például ne lehessen elzárni, most Bulgáriával vagyunk óriási nagy csatában, mert ugye irtózatosan megdrágítanák az importot a déli áramlat vezetéken keresztül, de közben például most hallani, amit az ukránok bejelentettek, hogy 2025-re teljesen elzárják a gázvezetéket, az igazából nem is velünk lenne a fő kiszúrás, mert mi délről még tudunk beszerezni, hanem gyakorlatilag Szlovákiát vágná teljesen talcsra, és Csehországnak okozna még nagyon nagy ellátási problémát. Tehát ezekért a érdekekért meg kell harcolni nap, mint nap, olyan kormányt kell választani, aki erre kész. A szocik, SZDSZ-esek erre sose voltak készek. Nekem sokszor az az érzésem, hogy őket nagyon zavarja az, hogy tulajdonképpen jól megy a gazdaság minden nehézség ellenére. Szijjártó Péter naponta bejelenti, hogy milyen beruházások jönnek, és hogyha ez a jól menő hullám megszakadna, akkor lehetne kormányt váltani, mert akkor lehet az orvosban halászni. Lehet ebben ráció? Tehát, hogy ők azért támadják ezeket, mert hogy azért élnek ezekre a lehetőségekkel természetesen ők is, de hogyha ezek nem működnének, akkor egyszerűbb lenne az embereket lázítani a kormány ellen. Most azért óriási gazdasági nehézségekkel kell szembesülnünk, a hatalmas infláció, aminek persze elsősorban külső okai vannak, de igenis nagyon megdrágította a mindennapi emberek életét, mindannyian érezzük a bőrünkön, hogy sokkal nehezebben jövünk ki ugyanannyi pénzből, mint akár egy évvel ezelőtt. Ami nagy különbség mondjuk a 2008-as Gyurcsány-Bajnai féle hatalmas államcsőd közeli állapothoz képest az, hogy akkor maga az ország gazdasága is teljesen padlón volt. Most az ipari termelés nagyon erős, a kereskedelem nem állt le, tehát látjuk az alagút végét, tudjuk, hogy mi az az erő, ami minket ki fog hozni ebből a bajból. Nyilván nagyon várjuk, hogy ez a rengeteg erőfeszítés, amiről már Szijjártó Péter is beszélt, ez újra a lakosságnak is gyümölcsöket hozzon, és az életszínvonal emelkedés újra beinduljon. Ezt most már az első jelei megvannak, de kétségtelen, hogy ez az elmúlt egy év, ez nagyon nehéz volt mindenkinek, ezt kár is lenne tagadni. Hát reméljük, hogy visszajön a régi jó élet, de most hallgassuk meg Miklóst, mert már itt várakozik. Üdvözlöm, Miklós! Üdvözlöm, Kericsokon, kedves Zitor, és üdvözlöm a milyen tisztelt Hud Gergely uramat is. Köszöntöm. És a lényeg az, hogy mivel én már teszítem, olyan fiatal vagyok, hogy szinte előttem van nem csak a háború, hanem még az 56-os dolog is. Hát ugye 56-ban mi történt? Én tökéletesen emlékszem rá. Azon a napon, november 4-én, ha bár vasárnapon, az édesapám kántor volt. A templomban megvoltak a misék, a szent misék. Délelőtt, mert akkori szertartás szerint még este nem lehetett. Végig tömve volt mindegyik misen a templom. Pedig kiállási tilalom volt. Egész nap. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ők, hogy itt is hogy keveredtek ide, hát ez hihetetlen. Hát ez őrület. Hát amit mi itt átéltünk, onnantól kezdve pincébe éltünk a fene tudja hány napig. Tiszta háborús hangulat volt. Elképzelni nem tudják azt, hogy nézett az ki, az csak érezni lehet, csak azt tudod beszélni valamit, aki látta és átélte, főleg Budapesten. Szörnyű volt. Ott kérem szépen állati módon, mint a berúgott hordák, úgy jöttek oda. Mert be is voltak rúgva. Hát Oroszország, akkor Szovjetunióban dögivel volt, micsoda, Moszkva, hát ezeknek ugyanilyen vodkát adhattak.
el tudom képzelni. És a másik pedig az, hogy ugye itt van Szlovákia. Hát kérem szépen, kommunista jelszóval mondva, éljen és világozik Trianon. Itt. Ez. Mert tessék elképzelni, Szlovákia valójában, hát most Szlovákiának nevezzük, hát mondjuk én nagyon udvariasan, és ez tulajdonképpen gyakorlatilag az Adriai tengerig tart. És nem beszélve arról, hogy most itt ezt a csiki-csuki játékot, amit csinálnak. Hát itt nekem csak az jut eszembe, a csehszlovákiai Beneš dekrétum se ott nincs feloldva. Tehát ez megint a Beneš dekrétumnak a római per kettő része, vagy három, vagy ki tudja, hanyadik része. Mert mi van ott a határon? Vízágyuk? Ez az amaz? Igen. Hát ez borzasztó. Elképesztő. Hát hogy merjen átmenni valaki, mit tudom én, az Erzsébet híró Esztergomról párkányba? Amikor már hígyó ott állnak keresztében, vízágyúval, vagy mit tudom. Hát jó, de ez az illegális migránsokra vonatkozik. Hát teljesen mindegy. Itt mindenki illegális világ, migrációs lesz, aki Magyarországról jön. Hát el teszi tudni azt képzelni, hogy Magyarországon keresztül Szlovákiába megy egy migránscsoport. Hát az is a Magyarországon lekapcsolják. Hát... Ja, ne felejtsük el, hogy az Európai Unió, Brüsszel ugye folyamatos harcot folytat Magyarországgal, többek között az ő nyomásokra kellett bebörtönzött migránsok egy részét szabadon engedni. Folyamatosan feljelentgetik az Európai Bíróságon a migránsok és embercsempészek fogvatartása miatt az országot. Tehát ez egy átmeneti kis válság volt, hogy viszonylag sokan átjutottak. Most tudjuk, hogy a hétvégén már a szerb hadsereg is közbeavatkozott. Nagyon megerősítették a magyar határvédelmet, úgyhogy ez szerintem a szlovák határon nagyon hamar elmúlik ez a probléma. Törődik, tessék mondani. Tessék? Az ottani magyarok, aki a pészkes fele törődik. Na az a határon, a túloldalon, a kerítés túloldalán, a migránsokon kívül szintiszta magyarok élnek. Azért mondom, hogy dicsőségben világzik most a Trianon. Nagyon, és rohadó gyümölcsök csak úgy potyognak le róla. Hát de hát a magyar, magyar határ másik... Tehát a magyar Ásotthalmon is ugyanez a helyzet, tehát hát, a magyar részen is van ugyanez a probléma. A másik oldalon mi? Az is magyar. Hát igen, tehát ilyen szempontból nem lehet különbséget tenni. Azért mondom, hogy éljen és virágozik Trianon, mert itt most potyognak le a gyümölcsei, a rossz had gyümölcsei. Hát önnek egyébként... érzelmi szempontból teljesen igaza van. Nekem is nagyon rossz volt megélni, amikor vasfüggönyt kellett hazafias szempontból, amikor vasfüggönyt kellett húzni a déli határa. Viszont az az igazsághoz tartozik, hogy amikor 100-150 ezer ember próbál meg, majdhogy nem egyszerre áttörni a magyar határon, tudom, a műszaki záráson kívül nincs más. Tehát nem tud egy magyar rendőrség, egy határőrség másképpen megvédeni egy ekkora határszakaszt. Kedves Gergely! Nagyon reméljük, hogy ez csak egy ideiglenes dolog, és nem sokára... Én is nagyon remélem, de teszem az, hogyha a határa szálva lenne, mert az volt. Akkor kérem szépen, nem tudtak volna bejönni se keletről, se délről hozzánk. Még a folyón keresztül sem. Hát ezt mert a magyar kormány, ez a magyar kormány biztos, hogy megvédte volna. Csak nem tudom, hogy a szegény kormány ez úgy sajnáló, hogy pont ezekkel a magyarokkal nem tud törődni. Hát legszívesebben az összes magyar áthívatnám ide, aki magyar. Hát most az orosz-ukrán háború miatt nagyon sok kárpátai magyar itt van már nálunk. Hát az nem baj, annak nem én csak örülök, csak az hiányzott, hogy még a kárpátalja még mindig az ukránoknál van. Azt azért nem mondanám, hogy ez a kormány nem törődik a határon túli magyarsággal. Nem az, hogy nem törődik. Hiszen tudja, hogy mekkora kincs az, hogy a délvidéki magyarok megkapták a honosított magyar állampolgárságot. Hát, ha ők még egyszer olyan kutyaszorítóba kerülnének, mint például a délszláv háború idején, vagy most a migráns háborúk okán. Ezt mondom, akkor a határmenti magyarokat Magyarország védőernyőt nyújt per pillanat is számukra, mint az, minden a magyar állampolgárnak. Pontos ott a vonalon, a kerítésen túli magyaroknak is. Hát ők is magyar állampolgárok. Tessék? Ők is felvették a magyar állampolgárságot. Igen, ha minden kötél szakad, jöhetnek. Lopják a gyümölcseiket,
és így tovább viszik a kecskéiket. De ez Magyarországon is így van, a határ mentén. Tehát, hogy amikor... Itt Magyarországon is? Átjönnek ezek a hát, akik át tudnak jönni, rájuk panaszkodnak, igen, hogy... Igen? Hát, igen. Hát, én nagyon ritkán hallani hírt. Hát, olvasom pesti srácokat, Fűsi Angéla kolléganőnk elég sok anyagot készített erről. Na most ez az, hogy nekem volt a pesti srácok, és nem tudom letölteni. Hát csak sikerül, be kell írni minket a netre, pestisrácok.hu, és egyből reméljük, hogy olvashatja az írásainkat. Már szátszom, próbálkoztam, de mindig. Hogy hívják, ez a, mi a fészkesen, amelyik a ingyen letölthető, mindegy, áruház, vagy nem tudom, micsoda. Oda kérem, beírom, két dobja. Hát akkor a laptopján, számítógépén, hogyha beírja, ott biztos. Hát a mobilom, az van nekem. Hát akkor mobil. Azon. Köszönjük, igen. Miklós, hogy itt volt. De még valamit, még egyet, amiről nem beszéltem, az az október 31-e. Hát ezt kérem, ebbe ez a legszomorúbb, hogy ezt leminősítették erre a Halloween marhaságra. Mert tudnék, ez ilyen soha nem volt itt Magyarországon, se szerinted egész Közép-Európában nem volt, de szerinted Európában sem. Lehet, hogy Írországban, vagy Angliában volt, azt nem tudom, de itt nem volt. Mert itt, kérem szépen, amióta ismerem a betűvetést, és tudok olvasni, mondjuk, hogy 1946 óta kb., azóta azon kívül a naptára, október 31, a reformáció ünnepe. Igen. Hát ez leginkább tehát, marketingfogás, hogy Halloween hát is van. Hát ez nem marketingfogás. Miklós, ez viszont el kell, hogy búcsúzzak, úgyhogy legközelebb fogjuk. Hát csókolom a kezeit, és üdvözlöm viszont halálsikát. Minden jót. És itt van már Eper Márton, aki elmondja nekünk, hogy mi lesz a mai radarban. Szia Marci, mi a mai repertoárotok? Szia Zita, sziasztok, köszöntöm Önöket. Szó lesz arról, hogy a magyar búzának bizony és a lisztnek nincs párja. Ezt mondja Magyarország egyik legrégebbi, a több mint 100 éves Szigetszentmiklósi Manon vezetője. A generációkon átívelő család csak a legjobb minőségű búzát veszi meg, amiből a legfinomabb lisztet tudják készíteni. Aztán téma lesz az is, hogy a rendőrkutyák segítsége jóval hatékonyabbá teszi a rendőrség munkáját, legyen szó ember, robbanóanyag vagy akár kábítószer keresésről. Sopronban néztünk meg egy ilyen rendőrkutya kiképzést. Majd foglalkozunk azzal is, hogy gyarapodott a Nyíregyházi Állatpark Humboldt pingvin állománya. Magyarországon csak Nyíregyházán tartják ezt a fajt, ezért mi úgy döntöttünk, hogy bepillantunk az állatok látványetetésére. Valamint szó lesz arról is, hogy továbbra sem csökkennek a palesztina barát Izrael ellenes antiszemita tüntetések Európában. Az Egyesült Királyságban több helyen is emberek tízezrei vonultak ki az utcákra a zászlókkal, a békésnek induló demonstráción azonban hamar elszabadultak az indulatok. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk. Köszönjük az ajánlót, hát akkor ma is izgalmakkal várjátok a nézőket. Köszönjük, Marci. Én köszönöm. És akkor nézzünk gyorsan egy SMS-t, mert kaptál egyet, Nagy Kemény Géza Galonyáról írja, kedves Zita, Hut Gergő és Stefka Pistát nagy szeretettel üdvözlöm, hamarosan otthon leszek, szervezünk egy jó találkozót, egy erdélyi csonka országi politikai beszélgetés találkozót. Zita, kérem, olvassa be ezt az SMS-t, és akkor majd megneszeljük, ha jó ötletnek gondolod. Sok-sok finom erdélyi ajándék lesz az autómban, nektek pénteken részt veszek a Bajersóban, és akkor vinném be a paláveres szerkesztőknek kis ajándékainkat is. Egy hétig otthon leszek, írja ezt nekünk Nagy Kemény Géza. Na hát Géza, akkor remélem Erdélyben találkozunk, és november 4-én a Halhatatlanok napján szombaton pedig mindenképpen várunk téged a Bem József térre délután 5-től a megemlékezésünkre. Igen, és Éva néni is írja Pécsről, hogy áldjon meg a jóisten Hút Gergely drága családjával együtt, nagyon értékes a munkájuk, a jövőben is számítunk minden szavával, egyetértünk, köszönjük megtisztelő mai jelenlétét is, úgyhogy itt a szimpatizánsok köre. A mai kérdésünk pedig az volt, amire eddig lehetett szavazni, a magyar migráns politika óvta meg az országot eddig a terrorizmustól, és nem nagyon változott az arány, 96% szavazott arra, hogy igen, és 4% szavazott arra, hogy nem.
Ennyi volt már a paláver, legalábbis itt a televízióban, és aki teheti, akkor szombaton tartson velünk a BEM téren, ugyanis ott leszünk a pesti srácokkal és a megemlékezőkkel. Hut Gergelynek köszönöm, hogy vendégem és volt. És Zita lesz a műsorvezető. Igen, úgyhogy tudunk majd ott is beszélgetni. És aki teheti, folytassa velünk, ugyanis a Hír FM-en folytatódik a paláver. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra. Dühös, falhoz vágna valaki, vagy csak egyszerűen kíváncsi, ne fogja vissza magát. Paláver, a Hír TV interaktív műsora, a szócsaták bajnokával.